Ez a felvétel a legnépszerűbb videó megosztón látható, egy koca sétál Topolya központjában. Habár a törvények itt sem mások, mint az ország többi részében, a városon belül több helyen is nagyüzemi módon foglalkoznak állattartással. Ennek a társasháznak a lakói az ablakaik alatt üzemeltetett csirkefarm miatt szenvednek. Arra panaszkodnak, hogy mindent ellepnek a betegségeket terjesztő legyek, nyáron pedig szédítő a bűz. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a többi gondot okozó településen belüli gazdaság esetében. A gazda máshol él, a farmja szomszédsága pedig nem érdekli. Csirkéket tartanak, nagy számban, tehát ezren fölül, két helyen is, akkor nem tudjuk kinyitni az ablakot, hogyha elhullannak a csirkék, itt tartsák őket, tehát még azoknak a szagát is érezzük. Ez a farm lakott településen belül található. Korábban több mint 200 sertést hízlaltak itt. A szomszédok feljelentést tettek ellene. A gazdák azt mondják, ha nem szabad itt állatot tartani, akkor építési engedélyt sem szabadott volna kiadni. Palunt mivel tudunk foglalkozni? Csak is földműveléssel. És ebben a házban már 38 éve ugyanazon a helyen van a trágyadomb, ahol volt, most is ahol van. És idáig senkinek nem aggattunk. Az épület legalizálva van. Ez nem fekete módon, ez rendes úton működik, így, ahogy működik. Ez a farm lakott településen kívül található. Nem zavarja a szomszédokat, és az állatoknak is nagyobb a mozgástere. Az uniós előírások szerint csak ilyen körülmények között szabad állattartással foglalkozni. Ha a jószágtenyésztésre gondolok, akkor mindenféleképpen a tanyákra kell, hogy kimenjünk, hiszen városban már nem, tehát ott szabályozva van, hogy hol lehet tartani, illetve hol nem, illetve hogy az ember újabb objektumokat szeretne felemelni, akkor már építkezési engedélyt nem kaphat bent a városban. Nem biztos, hogy ez jó ötlet, hiszen a városból, Topolya városából annak idején most tudom, hogy 3-400 ló is volt, most pedig van szerintem talán 20 darab jószágoknál is szintén, tehát a háztáji gazdaságok teljesen eltűnnek, és csak a farmok azok, ahol jószágtenyésztéssel foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy azok a gazdák, akik ezzel szeretnének foglalkozni, ők mindenféleképpen tanyára fognak kimenni, és ott fogják felépíteni az épületeiket, amiben majd hízó pikákat, vagy akár sertéseket fognak tartani. A háztáji állattartásról szóló törvény saját használatra korlátozza a jószágnevelést. Az ólakat a mesdjétől legalább 3 méterre kell felépíteni. Új épületek engedélyeztetését nem hagyjuk jóvá területen, településen belül, szóval új istállók, ólaképítését nem hagyjuk jóvá, és úgy képzeltük el, hogy ezeket az objektumokat idővel fokozatosan kitelepítsük a településekről. Azért gondoljuk azt, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani, mivel hogy ezeknek az embereknek jó része nem azért foglalkozik jószágtenyésztéssel, és annó a település közepén, mert ő neki ez a szíve vágya, hanem most nem tud a sérkösség, sérzország, sértartomány annyi munkahelyet biztosítani, amennyire szükség lenne. Mi nekünk az a célunk, hogy egy határos időn belül a jószágtenyésztést kitelepítsük a települések központjából főleg, de ezt nem tudjuk megcsinálni izomból, erőből, hanem valamilyen módon szeretnénk ezt fokozatosan, minél fájdalommentesebben elvégezni mindenkinek az igénye szerint. De ettől függetlenül azt sem tudjuk megengedni azt, hogy a település központjában a szennyvíz kifolyjon az utcára, vagy más udvarába befolyjon. A legyek meg a bűzvéget, hogy a szomszédok felázadnak, amikor ilyen van, akkor kötelesek vagyunk ugye másik oldalt is meghallgatni és büntetni, olyan végzéseket kiadni, ahol megtiltsuk a jószágtartást. A tanyavilág felszámolása után az emberek a városokban találtak munkahelyet. Miután ezek a munkahelyek megszűntek, mindenki úgy találja fel magát, ahogy tudja. Különbséget kell azonban tenni a megélhetést biztosító háztáji állattartás és a nagyüzemi jószágnevelés között. A farmok mellett élőket megfosztják a nyugodt élet lehetőségétől, egészségüket, allergia kialakulásának veszélye és fertőzések fenyegetik.